Januártól új területfejlesztési program indul Magyarországon. A részleteket György István államtitkár csütörtökön fórumon ismertette a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalban az érintett települések polgármestereinek. A versenyképes járások program lényege, hogy mérsékelje a központi és a vidéki térségek fejlettségi különbségeit, és növelje a vidék népesség megtartó erejét. A versenyképes járások területfejlesztési programnak a bemutatójára fog sor kerülni. Alakszai Zoltán főispán köszöntőjében arról beszélt, hogy a programot Navracsics Tibor miniszter bő egy héttel ezelőtt jelentette be. Bár maga a program, illetve annak a céljai és körvonalai az elmúlt időszakban kialakultak, azonban a kormánynak és miniszter úrnak az volt a kérése, hogy ennek a programnak a részleteit az érintett polgármesterekkel közösen beszéljük meg. A versenyképes járások programa többi közt arról szól, hogy 2025. januárjától 173 magyarországi járás juthat fejlesztési forráshoz. Az iparűzési adó egy részét támogatás formájában visszakaphatóvá tenni a kormány. Kormány elképzelése az, hogy az iparűzési adónak a 2024-es szintű befolyó adóját kvázi rögzítve az afölött 2025-ben befolyó adót, azt és abból 65 milliárd forintot erre a járási fejlesztési programra fog fordítani. Az államtitkár hozzátette, 135 olyan járás van, amely 250 millió forintos pályázati összeggel rendelkezik, 6 vármegye székhely pedig 500 millió forintos keretet kaphat. A versenyképes járások területfejlesztési program részleteinek ismertetésére szervezték a fórumot a miskolci, az edelényi, a putnoki és az ózdi járás polgármestereinek. Néhány héttel ezelőtt mutattuk be a Bükkvárosa programot, aminek nagyon sok olyan eleme van, azt gondolom, ami illeszkedik és kapcsolódik azzal, amit itt rövidesen hallunk majd az előadásban. Rengeteg kapcsolódási pont lehet az elkövetkezendő időszakban, és nagyon sok olyan dolgot találhatunk, azt gondolom, ezekben a programokban, meg más egyéb pályázati lehetőségekben és forrásokban is, ami Miskolcot újra pozícionálhatja a jövőben. A járások ugyanarra az összegre pályázhatnak, mint ami az iparűzési adó többleteként megjelent, ám ha ez az összeg nem éri el az évi 250 millió forintot, a költségvetés kiegészíti. Így a tervek szerint 141 járás juthat nagyobb fejlesztési forráshoz, mint ami az iparűzési adó többlete lenne. A vármegye 16 járásához várhatóan több mint 5 milliárd forint érkezik majd. Ezért rendkívül fontos, hogy egy merőben újszerű megközelítésre tegyenek szert a járások és a települések. Egy pár kérdésre szeretnék választ kapni, hogy mi az elképzelés. Sajóbábonyban egy jelentős ipari park működik, közel 50 cég, hazai és nemzetközi cégek működnek, és ha valóban beélesedik ez az elképzelés, akkor ez bennünket is fog érinteni. Szeretnénk választ kapni arra, hogy hogyan, milyen módszer alapján és hogyan képzelhetjük el ennek a működését. Látunk benne jó elképzelést, de vannak aggályaink is, és én azt gondolom, hogy egy szabályozásnak a lényegi része a részletekben rejlik. A fórumon elhangzott, hogy elsősorban közszolgáltatás és gazdaság fejlesztési, valamint az elérhetőség javítását célzó fejlesztésekre pályázhatnak majd a települések a programban. Ennek fontos része, hogy a járásoknak biztosítandó keretek felhasználásáról helyben döntsenek. A pályázatok céljait a kormány jelöli meg, a projektek kidolgozása és pályáztatása a járási fejlesztési fórumokon történik. A települések terveit a fórum tagjai kétharmados döntésükkel javasolhatják támogatásra, tehát szükség lesz az együttműködésre és az egyetértésre.